Április 16-án a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben kerül sor Baráti Kristóf és a Philharmonia Orkestra közös koncertjére. A többek között Liszt, illetve Kossuth Diakkal kitüntetett hegedűművész, valamint a világhírű brit zenekar koncertjén nem csak Bartók első hegedűversenye, de egy Sibelius illetve egy Beethoven mű is fel fog csendülni. Hogy pontosan mitől lesz igazán kuriózom ez a koncert, amely nem mellesleg a Bartók tavasz záró akkordját képezi, azt magától baráti Kristóftól tudhattuk meg egy budapesti próbája után. Ez a Fesztivál Extra, én DeLov vagyok, tartsatok velünk! Hogyha csak három szóval vagy gondolattal lehetne jellemezni ezt a mostani felkészülési időszakot, akkor mi ugrik be először? Nem lehet három szóval jellemezni. Én azt hiszem, hogy minden koncert más, mindig attól is függ, hogy milyen kontextusban dolgozunk együtt. Ugye most jelen esetben a Philharmonia zenekarral én először fogok játszani, tehát egy ismerkedő ö, meeting lesz az első próba. Ö, remek ö, a karmesterük, ö, egy, ö, azt hiszem, hogy a finn karmesterek között is egy kiemelkedő ö, fiatal karmester, és hát egy olyan műsorral ö, fogunk fellépni itt a műpában, ami számomra különösen kedves. Én a két Bartók hegedű közül az elsőt sokkal gyakrabban és sokkal többször, sokkal hamarabb csinálta, mint a másodikat. Tehát számomra egy, egy, mindig egy visszatérés ez a hegedű verseny, és én azt hiszem, hogy, hogy az meg egy különös izgalom mindig, hogyha egy külföldi zenekarral csinálunk Bartókot. Hát ez ugye nem három szó volt, de mindenképpen nagyon jó érzéssel és nagy lelkesedéssel várom ezt a találkozást. Ja, hát talán nem lövök mellé, hogyha azt mondom, hogy ha az átlagembernek elmondjuk, hogy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterelmen egy Bartók mű fel fog csendülni a Bartók tavasz keretén belül, akkor ez egy ilyen alapvetés szóval talán akár egy várándítással is tovább mehetne. De mit üzenhetnénk ezeknek az embereknek, hogy Mitben lesz ez igazán más és különleges, ez a koncert, túl azon, hogy itt egy igazi nemzetközi koprodukcióról lesz szó? Én mindig azt gondolom, hogy a zenei élmény az első, ami, amire érdemes fókuszálni. Nekünk, ugye a zenészeknek a, a feltöltődés, az egymásra hangolódás, a műre való ráhangolódás az újraalkotása a műnek, tehát ezek mind, mind ö, ö, szerepet játszanak, a közönségnek pedig csak élveznie kell ö, ezt a, ezt a ö, darabot, jelen esetben ezt az első egedű versenyt, Egy nagyon személyes darabja Bartóknak, ugye sokáig ö, nem is volt hajlandó ö, ö, ezt a művet se kiadni, se a nagy nyilvánosság elé ö, tárni. Ugye Geier Tefi, Nek ajánlotta, de nem csak ajánlotta, hanem neki írta, tele van személyes, tulajdonképpen szerelmes megjegyzésekkel a kézirat. Tehát tényleg egy nagyon bensőséges és egy nagyon személyes darabja ez Bartoknak. Azt hiszem, hogy talán ilyen szempontból is értekes lehet ezt a hegedű versenyt megismerni, mert Bartoknak egy nagyon intim és nagyon bensőséges oldaláról ismerhetjük meg. Végül, de nem utolsó sorban, nem megyünk el a mellett, szerintem, hogy egy közel vagy több mint 300 éves hangszeren muzsikálsz. Ha elmondanád a nézőknek, hogy hogy került ez hozzá, szerintem ez gondolom, hogy nem mindennapi dolog, hogy egy hegedű életében ilyen hangszeren lehet muzsikálni, azt gondolom, hogy igazi extra töltettel bír mondjuk az est kapcsán is. Én azt hiszem, hogy minden stradivári hangszer egy, egy ö, olyan öröksége a, az emberiségnek, amit ö, ö, természetesen már önmagában a, az esztetikai élményér is érdemes ismerni, de hát ezek ugye hangszerek, tehát a hangjuk és a hangminőségük alapján ö, élvezhetők ki igazán. Én azt hiszem, hogy ez a 300, több mint 320 éves hangszer, Uh, egy, egy, olyan lenyomata a hangszerkészítésnek, ami, ami számunkra zenészek számára mindig egy, egy uh, fantasztikus érzés. Ezekhez a hangszerekhez hozzányúlhatunk, ezen gyakorlunk, ezen játszunk, és azt hiszem, hogy akkor teljesedik ki igazán a, a hangszer, amikor egy uh, egy nagy koncertteremben, egy nagy zenekar mellett meg tud szólalni. Az ország egyik legcsodálatosabb akusztikájával bíró hangversenytermében, nevezetesen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben várunk mindenkit április 16-án. A jegyek már elérhetőek a bartóktavasz.hu oldalán. Köszönjük szépen a beszélgetést, mindenkit szeretettel várunk.